A VMK elől közös gyaloglással indult az esemény, melynek célja az aktív, egészséges életmód előnyeinek hirdetése. A nyugdíjasok végig sétáltak a platánsoron, majd a Vizslapark érintésével visszatértek a művelődési központhoz. A csaknem 40 perces túrát Katona Valéria koordinálta. Minden nap kellene legalább egy fél órát gyalogolni. Ezt vagy meg lehet oldani, vagy nem lehet megoldani. Mi általában a klubunkkal hetente egy alkalommal jó kiadós gyaloglásokat szoktunk tartani. Elég sok gyaloglóklub van a megyében. Vannak, akik hetente több alkalommal is gyalogolnak, vannak, akik kifejezetten Nordic Walking gyaloglásokat végeznek. A testmozgást köszöntők követték. Shifter Rózsa főispán, a rendezvény fővédnöke, a biztonságot hangsúlyozva a gondos óra sikereire irányította a figyelmet, majd az életet az éveknek szövetség eredményeit méltatta. A testi és szellemi frissesség megőrzésére kell és érdemes is időt fordítani. És ha ezt jó társaságban teheti meg az ember, az még inkább lélekemelő hatású. Önök mind büszkék lehetnek magukra, hogy aktívan tesznek az egészségükért és a társas kapcsolataik megőrzéséért. Az előjárók gondolatai után interaktív előadáson tájékoztatták a hallgatókat a legfontosabb tudnivalókról. Az a célunk, hogy minden idős ember tegyen saját magáért, tegyen a boldogságáért, hogy jól érezze magát, tegyen az egészségéért. Azt célozza meg a mai délutáni program, amely egy mozgással és tudással az aktív időskorért címet kapta. Három komponensből áll össze, egy gyaloglásból, egy interaktív előadásból és egy örömtánc program. A szervezet 46 nyugdíjas klubot tömörít, melyek közül 32 képviseltette magát. A programon több mint 200 szépkorú első kézből tapasztalhatta meg, miért fontos egyebek mellett a mindennapos testmozgás.